Idem Páv Entertainment, szóval ők csinálják, adják ki, ha minden igaz, ezt a Defense Grid The Awakening-et, ami most a másik játék a Verdum mellett, amit így ingyen ad az Epic. Ez egy 1000, de tényleg aztán 1000 éves játék, szóval hogy így grafika ügyileg nem lesz toppon. Csak ezt így az elején szerettem volna leszögezni nektek. Jó. Quality Maxon. Oké. Oda, na hát ez már jobban néz ki. És oda a hangok vannak. Achievementek. Most már online vagyok Epiken. Uha. Ezt lehet nem kellett volna megnyomni, mert ott oda megjelent a kurzorom. Két kurzorom van. Várjatok. Na. Rányomtam az acsikra, azt megjelent a kurzorom még egyszer. Na majd most. Shift, hát nem nyomjuk meg, mert még tönkre teszi. Razer! Hát micsoda supportja volt, hát Razer support, hát akkor ez nem egy szarjáték. Na, play. The Awakening. Na. Precisely why I was downloaded into this computer 412,806 days ago, to assist you. I was once in your chair, you know. I've waited so... Na, ez szerintem egy olyan játék, aminek nincs egeres supportja, mert hogy így... mutatom nektek... Az egér az így mozog. Ez elég komoly. Ez eléggé retro játék. Igen, tehát a zöld helyre lehet pakolni, a pirosra meg nem. Nincsen resource-unk. Igen, Gun Tower-t választunk ki. Igen, ott vannak bal felül a power core-ok. Látom. Let's spend a few drones on your education. Sit back and observe. Na honnan jönnek azok a drónok? Basszus, 1000 éve játszottam olyan játékkal, ami ilyen stílusú, és az egér az így nincs használva, értitek? I should mention that there is upside to their assaults. The more of them you destroy, the more resources I can have. Achievement! Achievement, az első achievement már meg is van. Százba kerül. Jó. Mármint, hogy lehet az egeret használni, csak hogy nincs értelme. Mert hogy így csak annyiba könnyebb, hogy így könnyebb a kamerát mozgatni, de hogy így a közepére lehet csak lerakni a dolgokat. Tehát, hogy ez alapvetően egy VASD-s játék. Mint hogyha, nem tudom, így a 2000-es évek elejéből való lenne, de valahogy mégis 2010 körül adták ki.
Ez szívás. Ó, sikerült, sikerült legyilkolászni őket. Kezded érteni a félelmeimet? Hát sajnos azokat be fognak menni. Valószínűleg egyébként ez volt a cél. Ott viszik magukkal a kórokat. Mondom, ki akarják menteni. Aha, igen, igen, ki akarják menteni a kórokat. Üdv mindenkinek, srácok! Nem lehetne kicsit átérni a menetelenetes Rainbow Siege is lehetne? Nézzél le vissza a vodokat, The Wild, és akkor olyan, mint hogy a Siege lenne. Mit szólsz? Na jöhet a következő pálya. Let's see if we can't clean the place up. A bit of advice if they attack. Be merciless. They are. Oh, and this is absolutely essential. You must remember to, Muszáj emlékeznem, a ő sem emlékszik rá mire. Aha. Ha leteszek egy tornyot, már el is kezdődik. Az Inferno torony kisebb range-el rendelkezik, úgyhogy azt például ide teljesen felesleges lerakni. De oda egy Gunt tudunk, illetve hát jó lenne egy ilyen Infernót is lerakni. Mehet amúgy. Mit kell nyomni? Mindegyik Siege stream alatt voltál az elmúlt 5 évben? Az durva. Most mi van? Mi történik? Tudom, meg kell nézni, hogy mit kéne nyomni. Inspect Aliens, jobb klik. F. Taktikás nézet. T, L, V, F. Na nézzük. Na végre. Ó, hogy így lehet megnézni őket. Á. Efele gyorsítani. Aha. Egy Infernót akarok majd oda. Nyomó az F-et, hát ha már így gyorsabban jönnek, oké. Okay. Ezek már Walkerek. A texasi kopó. Marci még ismeri őket szerintem.
Jó, meghalt. Na, mit akart mondani? Vannak bizonyos tornyok, amik jobbak bizonyos enemik ellen. Köszi szépen az információt. Rino, kapta a Rino is. Jaj, valamit írt. Backspace. Miért skippelődött el ilyen gyorsan? Nem nyomtam semmit. Valamit írt a Backspace-re. Mit írhatott a Backspace-re? Mit lehet a Backspace-szel csinálni? Jött a következő vév. Upgrade-elni nem lehet, de eladni lehet őket. Ha gyorsan végig kell menni ezeken a pályákon, akkor... Húha. Ez rippentyű lehet. Hát igen. Meg fogják tacsizni a kórokat, úgyhogy ezt begyorsítjuk. Eradikátor achievement. Backspace-el vissza tudsz ugrani egy korábbi mentési ponthoz. Ó, köszi! Mennek visszafelé a kórok. Már amúgy sehova nem tudok építeni. Ellopott egyet. Lopják a kórokat. Látszólag amúgy tényleg nem tudok sehova se építeni. Kettő kór tudnak vinni ezek a nagyok. Ez. I spy. Menjünk tovább, srácok. Ancient Research. What? E-Hunter rank 1. Várjál, ezzel nem játszik senki. Azt nem mondjátok, hogy ezzel nem játszik senki. Nem játszik vele senki. Szegény játék. Vagy csak bágos. Amúgy nehéz elképzelni, hogy tegnap 5 óta nem játszott vele senki. Well,
most people my age, I suppose. Lézertorony. Now then, you've some new tricks to learn. We are now able to upgrade the towers we build. Ú, és most már tudunk upgrade-elni tornyokat. A gánt azt oda lenne jó letenni. Hadd jöjjön. Ott mutatja egyébként fönt az az Ice Spy. Vagy csak nem jelentkeztek be az Epic Rofiú. De ahogy nem is lehet elindítani a játékot, nem? A lézertolnyok felhevítik az ellenséget. Wop, 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 wop. Na nézzük. Lézertolony. Eddig jó. Upgrade-elni lehet 300-ért az Inferno-t. Jó drága. Szóval eladni lehet 75-ért. Eladjuk. Ide kérünk egy Inferno-t. És a gánok azok oda mennek majd. Na gyorsítunk. Jó reggel, skacok. Üdvít mindenkinek. A lézer 200. A lézer torony fejlesztése 400 lesz, de az elég szépen megnöveli majd az atakját. Nem tudom, kockáztassak-e ilyennel. Szerintem, hát, nagyon jól jön a pénz, úgyhogy szerintem kockáztatunk. És ez máshogy néz ki? Ha sárga alapon van, egy ugyanolyan torony, csak sárga. Oké. Okay. Jól megégette. Na. Jók leszünk, skacok. Aki amúgy elhozza eddig a kort, a következő nemi, aki el tud jönni eddig, az már viszi is magával. Na, begyorsítom. Hadd jöjjön a többi vév közben. Kapják az infernózást.
Ja, kéne még egy gun tower. A jó sok kort elvisznek a szemetek. Még kell egy gun tower. Jó lenne egy upgrade, közben. Nagyon lovasak a krénók. Ó, ázli. Hát ide teszünk egy infernót, meg kettő gánt. Tudjuk még tovább fejleszteni? Aha, csak egy fejlesztést tudunk rányomni. Sima gántorony. Még egy sima gántorony. Bent a sarokba? Ja, itt lehetne még építkezni. De szerintem nem, csak átmennének rajtam lovacska. Kell egy inferno. Na mindjárt kiderül egyébként. Oké, halnak szépen. Nem, ennek a hangja Steam üzenet hang, nem Discord, ez egy Steam üzenet hangja van a dolgoknak. Itt valaminek a játékban. Igen, ahogy jön egy üzenet, az Steam üzenet hang. Azt így hogy? Crasher. Crasher meg fog minket crasherni egy kicsit. Nem is kicsit. Ez a torony upgrade. Hát igen, a... Aha, tényleg lehet blokkolni az útjukat. Aha. Aha. Meg valamennyire el lehet állni az útjukat.
És ő mennyit fog? 3 kort fog magával vinni. És még rínók is jönnek, amik rohadt erősek. Majd látom, a lángszórósok elég szépen sebzik. Hát és szerintem a lángszórósok sebzik jól. Hát szerintem ő nem fog meghalni. Pont nem fog meghalni. És de! Az a gond, ezek viszik is tovább az innen elcsolt kórokat. Ja, amúgy lehetne fejleszteni, de most nincs értelme. A sarkot egy kicsit felfejlesztjük. Na. Nyomunk mindjárt egy upgrade-et. A szemetek. De kéne egy lézertornyot felhúzni. Szöknek! Legalább egyet öljünk meg. Oh, Ázli. Odahúzzuk fel a lángszórósokat. Arzenál achievement. Ezek hozzák a pénzt. Nyomunk közben egy torony upgrade-et. Hogy ezt gyorsítjuk azért. Jó, még egy torony upgrade. Tetszik ez a játék? Komolyan? Ennek több verziója is van egyébként.
Na ne, kettő is jön ilyenből. Hát ez szivattyú. Azért... Fél HP-ja már lement. És ennek a picurik... Az igen, ő hol átmegy. Fél HP, egy kicsit több, mint fél HP. Ez Sniper Defense játék, aha. Még jönnek! Ne szívas. Hát ők onnan mit fognak elvinni, hogyha nincs power? A szívás, nem? Amúgy úgy néz ki, hogy nem a tüzes hatott rájuk a legjobban. 500 pont. Na és ő mit fog elvinni, de nézzük. Ez most rip lesz? Ja, nincs gond. Saved! Gyors upgrade-ek. Hát hülyeség volt. Nem ezt akartam, hanem megnézni az enemit. Szarul állunk. Itt a sarkon szépen szedik a HP-ját. Valószínűleg a lézeres az. Több lézeres kellett volna építeni. Hát igen, ő nem fog meghalni, ez a nagy darab. Igen, igen. A tüzes az a nagy... Nagy csapatok ellen jó. Rip. De nyertünk. Alapvetően nyertünk. Ennyire vagyunk jók. Mutasd. Nem mutatja. Ja, itt kell nézni. Haló. Ja, nagyon rosszak lettünk. ...501 resource, ez annyival kezdünk, ahogy az előbb abba hagytam? Adtam. Temporár. Lassító cuccot is tudunk építeni. Ez menő. Először egy gánt kéne feltenni, mondjuk ide.
meg egyet ide. Aztán jött az Inferno, meg a lézer. Na, tényleg hatott rá a lassítás. Kéne egy Inferno. Close call. Hát az mondjuk rip lesz. Nem, nem, és meglett. Nagyon sokan fognak visszajönni. Ezek ilyen nagyon gyors, racer-enemik, aha. Ezek ellen kell a lassító. Újra kezdjük. Na tehát teszünk le egy Infernót, egy lézert, 300 a lassító, aha. Jó, jó achievement. I should be able to activate a new type of tower that will slow them down a bit. We'll need that. You haven't been gunned to see what they'll unleash. Szia, Glitch! Szevasztok, srácok! Hát ő úgy néz ki. Jó, és nem tudott elmenekülni. Nagyon jók vagyunk. De mondjuk egy lézer például jó lenne. Igen, ott vannak a gyorsak. Hát végül is lerakhatjuk erre a lassítót. Mert már jók vagyunk. Igen, a részerek nagyon gyorsan mozognak. Jó. De az Infernót tesszük. Bár ahogy látom, lézeres kell majd. Még egy lézert ide felhúzunk.
Kelleni fog majd a nagyobb szörnyek ellen. Nézem, hogy ide mondjuk egy lassító elfér, nem? Majd. Lehet, hogy most túl sok lézereset raktunk le. De most voltak azért nagy szörnyek. Na, ezek szépen kapják most. Egy lassító, ugye? Ide kéne. És ha már ott van... Nem tudom, miért nem tudok rá kattintani, aha. Akkor mondjuk oda is jó lenne mellé. Vagy ezt el kéne adni? Majd lehet eladjuk. Rakunk egy hagyományos Gun Towert. Meg majd még egyet mellé. Szóval lassan már jöhetnek a toronyfejlesztések is. Hát most nem nagyon nyúlkálnak a kórhoz, úgyhogy ezek szerint jók vagyunk. Lézer. Na, megjött az első combosabb enemy. Nem nagyon megy le a HP-ja. Van baj. Hát igen. De most már legalább jöhetnek a toronyfejlesztések. Négyszázért lesz az első toronyfejlesztés. Szervusz, Berci. Hát nem kellett volna az upgrade-et bevállalni.
Oké, meghalt. A lassítót is fejlesztjük közben. Nagyobb range-e legyen. Még egy Flame Tower fejlesztés. Aztán majd jön a következő blokk. Szépen kapják? Szépen kapja a Rino, jól van. Inkább fejlesztünk most lézert majd. Akkor benne vagyunk a menübe, akkor nem lehet gyorsítani az időt. Csipegetjük a Rino-t. Csipegetjük. Ajaj, a kicsik nagyon viszik ezeket. Lesz jó. Egy kort elloptak. Hát igen, egy kort elloptunk. Az visszafordult a boss, mert kapott egy kort. Ekkora csalás. Ez tök szívás így. Hát azt már itt nem fogjuk tudni visszaszerezni. Bakker, ez mennyire szívás, mert kapott egy kort, azt azért nem tudjuk megölni. Itt is visszafordult a boss egy korral. Cheaterek, azaz Nimo. És miért nem támadja például? Miért nem támadták az előbb? Nem lövik. Ő is miért nem lövi? Haló? Hála Istennek. Hú. Ja, meg lett? Oké. Mennyi pontunk lett? Hát nem tudom. Rank 1 vagyok. Hát a 24 kornál lehetne, akkor lehetne jobb badge-em, hogyha mind a 24 kort megtartom. Na jó, megyünk még egy utolsót. Meteor. Ez jól belátja a pályát. Azt mondja, veszünk egy meteort ide 250-ért. Jöhetnek onnan, meg jöhetnek onnan. Hát. Nem, ez most utolsó lesz.
much here to work with. If only I believed it would all be this easy. Ez a meteoros torony elég király. Gánt, azt ide tesszük. Lézereset is leraknék ide. De meg lerakunk majd egy lassítót. Ezek shieldes szemetek. Jól van, csak a shieldet kell gyorsan leszedni róluk. De infernókat fogunk tenni. Megvannak a kórjaink szerencsére. Uha. Jöhetnek a lassítók. Na, jön a lassító. Meg kérünk meteort is mindjárt. A meteor jöhetne ide föntre. Ezek a picurik, ezek szivatósak. Majd de még lehet pakolni. Lassító. A lassító például majd oda mehet. Nem a lézert akartam. Majd oda megy lejjebb a lassító. Csak eladjuk. Az, hogy egérrel húzom lejjebb, ez tök szívás. Na, tehát lassító. Hát aztán jöhet ide mondjuk egy... egy lézeres. Jöhet egy gán.
Hát oda is mondjuk két lézer. A meteorosok olyan jól végzik a dolgokat. Ó, és tudjuk a sárga tornyokat pirosra felfejleszteni. Nagyon-nagyon drágák, de azt mondják, hogy megéri. Mint azt mondja a játék, hogy megéri. Ezt a tornyot akkor majd mindjárt felfejlesztjük. Vagy inkább a meteorokat. 500-ért lehet meteor tornyot fejleszteni. Esik a shieldjuk szerencsére. Szia Grossi, szevasztok srácok. És mennyi? 1000 lesz felfejleszteni pirossal a meteor tornyot. Jézusom, mert az elég OP lesz. Ez milyen játék? Hát hogyha nem látod így első ránézésre, hogy Tower Defense, akkor ha nem ismered ezt a műfajt. De egy tök jó műfaj. A lényeg az, hogy jönnek onnan az enemik, és nem szabad, hogy onnan elvigyék a kort. Vagy hogyha elviszik, akkor meg kell őket akadályozni. Fel tudjuk fejleszteni ezerre. Na, ott is van ezres. Nyomja. Sokkal nagyobbat lövel. Bízunk abba, hogy a hármas meteor tornyunk kárizni fog. De egy temporál kell majd 300-ért. Na, ha meg lesz vajon? Ez. Oké. Meteor tornyok eléggé nyomják a carry-t. Nagyon szépen nyomják, basszus. Főleg ez a nagy meteor torony. Mondjuk jó lenne a kórokat egy kicsit hátrébb nyomni. Mi? Sziasztok, még mindig él az OMD3 drop a streamen? Az mit jelent, Sefi? Szia!
They've turned loose the tough fellow now. Horsemass, de drop. Nem, nem tudok semmi erről, se finálragony. Jó lett volna, hogyha arra el kéne menniük. Hármas torony nagyon adja neki. Jézusom, az összes kort ellopták. Csináljunk egy tier 2-es tornyot. Gyorsítunk. Még egyet fejlesztünk. Meg lett mindegyik kor, nem? Nyertem! Megvan, megvan az összes kor, srácok! Miért, miért csak izé lettem? Hát meg lett az összes. Aló. Hát meg, nem, nem lett meg az összes, egyet bevitte. Ott van, 53 ezer pont. Valószínűleg már hagytam, hogy folyamatosan náluk legyen. Azt kell megnézni, hogy még mennyi pálya van ezután. 1, 2, 3, 4, 5. 5-öt csináltunk meg, és van még 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 pálya van összesen, mindegyiket le lehet nyomni story módba, és mindegyik pályának vannak különféle challenge-ei. És bármelyiket bármikor elkezdheted. És itt már aztán van minden. Command izé, több resource-ot adnak, stealth-esen enemiket felfed. Concussion. Nagy, nagy robbanós torony. Powerful missile-okat lövő torony. Repülő enemik ellen jó. Tesla torony. Bosszok ellen jó, azt mondja. Van cannon torony. Wow. Távoli enemiket könnyen eltalál, de akik közel vannak, azokat nem. Szóval ennyi lehetőség van, ahogy látom. Jaja, bonyolódik, bonyolódik. Na, oda leteszünk egy ilyen kommandot, azt meddig tudjuk fejleszteni. Tudunk belőle sárgát csinálni. Tudunk belőle pirosat csinálni. És nem lehet pirosnál továbbfejleszteni a tornyokat. Jó. Szimpatikus srácok, szimpatikus. Aki imádja a Tower Defense játékokat, valószínűleg ezt is fogja. Attól függetlenül, hogy ez egy régi, régi móka.
2010-es évek elejéről való, de mindjárt megnézem. Defense Grid Awakening Cheats, ez dobja be. Tehát itt, tehát ez egy olyan játék, amihez kódok vannak, amivel csalni lehet. Igen, mert hogy nem is 2010-es évek elejei játék, hanem 2008, december 8, tehát kódok vannak hozzá, hogy lehessen csalni. Innen látszik, hogy ez egy régi játék. Jesus. Egyébként az értékelése roppant pozitív, minden értékelése rendkívül pozitív, az utóbbi értékelés pedig nagyon pozitív. Szóval így... Valószínűleg azért, mert így nem nagyon találnak rá az emberek erre, és akik meg rátalálnak, azok meg így élvezik a dolgokat. 2010-es értékelések vannak róla Steamen. 2011. Úgyhogy, ja, srácok, ez jó volt. Tower Defense játékok szerelmesei imádni fogják ezt a játszit. Szerintem, hogyha még esetleg nem játszottak volna vele. Azt még megnézem nektek, igen, amúgy a Hidden Path csinálta, és adta is ki. Még mennyi Defense Grid játék van? Na. Azt mondja, hogy nem mutasd a DLC-ket, hogy nem tudom, tudok-e úgy szűrni. Na, tudunk szűrni. Tehát van Defense Grid The Awakening, és van egy 2014-es Defense Grid is, amely a Defense Grid 2-t mutatja nekem. Matter of Endurance, de nem tölt be róla egyetlen egy kép se itt Steamen. Aztán a játéknak a leírása sincsen, mert hogy ez egy DLC? Csak a DLC-t lehet hozzá megvásárolni? Igen, csak a DLC-t. A Special Edition Upgrade DLC-t lehet hozzá megvásárolni, de nincs róla semmi leírás. Jó, akkor ezt annyira nem nézzük. Szóval van a Defense Grid The Awakening, és egyébként van hozzá map pack, tehát hogy 0,80 eurós map pack-ek vannak. Defense Grid map pack 1, 2, 3, 4. Valószínűleg amúgy, igen, DLC bundle is van. Na, a DLC bundle-ben minden benne van. A Contaminant DLC és a Your Monster DLC is. Ezek mit tudnak? Azon kívül, hogy map pack. A map pack mondjuk hány mapot ad? A map pack 1 azt írja, hogy 2 új kihívást ad hozzá. Tehát nagyjából 2-3 pályát kapsz 0,80 euróért. Na, és a Defense Grid The Awakening You Monster DLC pedig egy olyan DLC a játékhoz, amiben GLaDOS van benne. Tehát a Valve-nak a portálos GLaDOS-a bekerült a játékba. 8 új pálya, 35 kihívás küldetés, azt írják, hogy több mint 15 órányi új játékidő ezzel a GLaDOS-os DLC-vel például. Aztán a Contaminant, az mit tud? Na, a Contaminant DLC 8 új pályát hoz, új sztorit, 2 új karaktert, 32 challenge módot. Szóval, hogy hát akinek ez a 20 pálya kevés, nem tudom, hogy most Epic-en lehet-e bővíteni, de mindjárt megnézzük. Oké. Tehát, hogy... Na. Igen, itt van. Defense Grid DLC Bundle, most le van árazva. Tehát, hogyha valakinek tetszik ez a játék,
akkor meg tudja venni hozzá az összes DLC-t 938 forintért. Amiben, amit az előbb mondtam, az így minden benne van. Tehát ott van, ez az a You Monster DLC, amiben GLaDOS benne van. Aztán ott van a Contaminant is, ami 8 új pályát hoz. Aztán a map pack-ek. 24 új pálya, tehát az alapjáték a 20 pálya mellé, kapunk még 24-et. Ja, és itt van amúgy a leírásuk, hogy az amúgy így micsoda. Ja. Dual core, 2,0 GHz processzor kell. Ati Radeon X700, vagy jobb, vagy GeForce 7600, vagy jobb. 2008 júniusi DirectX ajánlat. Jaj. Úgyhogy srácok, ezt tudja ez a játék, úgyhogy hát remélem, hogy tudtam. Az úgy micsoda? Ezt látjátok? Hogy így... Na, várjunk, tehát hogy 2008-as játék, és 1440p-be is megy. 120 FPS-sel. Szóval, hogy azért az elég komoly. Tehát, hogy régi játék, és mégis fut normálisan. Tök király. Most független attól, hogy ott van alul egy fekete csík, vagy itt jobb oldalt. Tök korrekt. Úgyhogy ja, srácok, ezt tudja a Defense Grid. Ez az a másik játék, ami most a Verdun mellett van. A Verdun mellett ad az Epic Games. Folyamatosan csak csalódok, de pozitívan ezekben a játékokban, de komolyan. És most ezt nem azért mondom, mert az Epic végtelen sok pénzt fizet, semennyit nem fizet azért, mert megmutatom az ingyen adta játékait. Szimplán csak nektek segítek azzal, hogy tudjátok, hogy mi az, amit most be lehet gyűjteni. Úgyhogy ezek, amik most begyűjthetők, srácok, döntsétek el, hogy egyáltalán akarjátok, és ha akarjátok, akkor meg akartok-e vele játszani most. Úgyhogy ennyi. Jövő héten folytatjuk az epikes ingyen játszi kukucskálós streamet.